A versengés és az együttműködés sok esetben a köztudatban két ellentétes fogalom. Tényleg ellentétes, és hogyan kapcsolnak össze, illetve mit jelentenek valójában? Gondolhatunk a sportokra, hogy ott is ugye a csapatsportok és az egyéni sportok között azért nagy különbség lehet, hiszen a versengés mind a kettőben megjelenik, mégis egy csapatsportnál egy összedolgozásra is szükség van. Sok esetben fordulhat elő, hogy amikor az egyén azonosul egy csoporttal, illetve a csoport érdekeivel, értékeivel magát azonosítja, akkor számára az, hogyha a csoport győz, az ugyanolyan kielégítő lehet, mint hogyha ő maga győzött volna. A versenyhez való hozzáállás nemcsak a genetikától, hanem a neveléstől, a környezetünktől is függ. Épp ezért ez mindenkire személyesen máshogy hat. Vannak, akik jobban szeretik, vannak, akik kevésbé szeretik. Szerintem nagyon fontos, hogy a kisebb gyerekeknél például nem szabad őket állandóan nyerni hagyni, hiszen hogyha nyerni hagyjuk a gyereket, azzal kialakítunk egy hamis képet arról, hogy ő maga mennyire ügyes, mennyire jó vagy szerencsés. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy földbe kell tiporni minden egyes alkalommal a gyereket, viszont lehet neki olyan lehetőségeket nyújtani, amik számára előnyt adnak, de mégsem lesz egy hazugság az egész, és egy kiélezett verseny tud létrejönni mondjuk egy társas játékozásnál. Ezekkel megtanítjuk arra is a gyereket, hogy el tudja viselni a kudarcot, a vereséget, és nem árt, hogyha inkább egy társas játékozás közben tapasztalja meg, és akkor kezd el ezzel dolgozni, és nem akkor, amikor mondjuk nem veszik föl elsőre egyetemre, vagy elveszít egy munkahelyet, és hasonlók. Természetesen függ a gyermek személyiségétől az, hogy hogyan áll a versenyhez. Épp ezért különböző módon is kell hozzáállnunk a különböző gyerekekhez. Érdemes megtalálni azt a középutat, ahol mindegyik gyerek a legjobbat tudja hozni magából, például egy olyan versenyhelyzetet létrehozni, amiben még nem unatkozik a versenyközpontú, viszont aki szorongan a versenytől, ő sem szorong. Ez akár lehet úgy, hogy a verseny ez egy részfolyamata az egésznek, vagy pedig egyszerűen nincs akkora kockázata a versenynek, ami szorongatja az egyiket, de mégis van akkora, hogy már érdemes legyen a másiknak küzdeni érte. Mit tehetnek a szülők és a pedagógusok még annak érdekében, hogy a gyerekek életében megfelelő arányban legyenek ezek jelen? Érdemes lehet odafigyelni a külső és belső motivációkra, illetve arra is, hogy mennyire kudarc kerülő vagy sikerorientált beállítottságú akár a szülő, akár a gyerek. Illetve ne olyan lehetőségeket adjon neki, amik önmagának jók, hanem ami a gyereknek lesz jó.